Szlalomozva tolatni, ráadásul traktorral. Az egyszerűnek nem nevezhető nyírbogáti megmérettetésen 16-an vettek részt múlt hétvégén. Az akadályok között több évtizedes és pár éves traktorok, valamint tulajdonosaik mérték össze tudásukat, ügyességüket. A 10. bogáti forgatag keretében került megrendezésre az első bogáti Forma 1 verseny. Ez reggel egy traktoros felvonulással kezdődött, 24 traktoros jelentkezett erre a felvonulásra, és ezt követi egy ügyességi vetélkedő a traktorosok számára. A rendezvényt nagyon nagy érdeklődés övezi, és nagyon nagy szeretettel fogadta a település lakossága. Én azt gondolom, ez mindenképpen folytatást követel. A kétnapos rendezvényen résztvevő gyermekeknek ingyenes vidámparkkal, a sportért rajongóknak kispályás futballversennyel kedveskedtek a szervezők, a jubiláló rendezvényen pedig átadták a település új szabadtéri színpadát is, amelyen több térségbeli csoport is fellépett. Nyírbogáti lányok gyukort ültettek, egy lyuk alá 17 tojást is betettek. Majd az új fedett színpadon országosan ismert zenei formációk szórakoztatták a bogáti forgatagon résztvevőket. A Nyírbogát önkormányzat líder pályázaton nyerte ezt a színpad építési lehetőséget. Nyilván egy kis önerőt is kellett hozzátenni, egy 1,5-2 millió forintot. És így egy 10-12 millió forintos összköltséggel megépítettük szerintem a térség egyik legnagyobb és legjobb színpadát. A rendezvényen idén 5 olyan embert díjaztak, akik több éve vagy évtizede segítik Nyírbogátot. A forgatagon a helyi elismerések mellett megyei díjakat is átadtak. Igazi közösségformáló rendezvények ezek. A bogáti forgatag különösképpen, hiszen már elég régi múltra tekint vissza. Nagyon sokan szoktak lenni ezeken a rendezvényeken, és a bogáti forgatagban az is szép számunkra, hogy minden alkalommal ki tudunk tüntetni olyan embereket, olyan egyéniségeket, olyan közösséget szolgáló egyéniségeket, akik sokat tettek a megyéért, ezért a környezetért. A bogáti forgatagon a gasztronómiáról sem feledkeztek meg, a mérkiek és a vállaiak közösen készítettek strudlit, több mint 60 kg lisztet használtak fel a sváb eredetű étel elkészítéséhez, emellett a kenyérlángos is nagy kedvenc volt, abból közel 2000 szeletet készítettek a nyírbogáti kemencékben.